Feltöltjük kő, papír, ollóval. 1, 2, 3-ra. Oké? Okay? És aki nyer, az lesz a távirányító, és az nézhet, amit akar. Oké? Okay. Remélem én nyerek, és akkor megnézhetem a Tina és a barátnői műsort. Vagy én, és akkor Peppa Pigget nézünk, dupla műsort, ám. Nem. Te nem játszok kő, papír, olló, ezt csak egy kézzel játszok, tudod? De miért nem? Ez így nem ér. Ó, Emma, most Juliának adok igazat. Gyerekek, nem jönnétek ki kicsit a kertbe segíteni, friss levegőn lenni? Nem. Ó, gyerekek, nagyon jó idő van kint, ki kellene jöjjetek? Mit akartok itt bent? Na, ha én nyerek, focit nézünk, azt tuti. Tudjátok mit? Nem érdekel, inkább megyek nézem a másik tévét. Még jó, hogy kettő van. Emma, ha jössz a konyhából, hoznál valamit inni meg enni? Remélhetőleg mindjárt vége a focinak. Persze. Még mit nem? Nem vagyok én szolga, nem bízek semmit. Az egy nehéz éjszakai műszak volt. Majdnem végig aludtam a napot. Na de mit csinálnak a többiek ebben a szép időben? Itthon vannak, vagy elmentek? Nincsenek. Na persze, hagytak aludni. Na jó. Hát, már Hanna sincs itt. Ó, tudtam. Senki sincs itthon, egyedül kell ezt is. Ó, Istenem. Szia, apa, itt vagyunk lent. Miért, mi a terved, van izgalmas? Kinek lenne kedve talán focizni? Ó, hát persze, abba mehetünk. Majd olyan gólt rúgok, mint Cristiano Ronaldo. Jaj, ne, akkor inkább maradok a kanapén. De úgy vagy, na majd akkor én megyek apával. Gyerekek, hova nem ma és anya? Elmentek volna? Itt vagyok, nézem a tévét. Gyerekek, ezt nem hiszem el. Megy mindkét tévé. És hol van anya? Tuti a kertben dolgozik, mi? Szóval végeztem a kertben, most már csináltuk valamit együtt. Na mi ez lenne kedvetek? Mondjuk elmennénk egy élményfürdőbe? Túl hideg van hozzá, anya, inkább ne. Hihetetlen gyerekeink vannak, mindenféle programot felajánl az ember. Vízi park, de semmi nem jó. Claudia, ezt te oldod meg. Akkor mi lenne, ha elmennénk mini golfozni? Most nyílt egy új Playmobil városban. Oké, mini golf, de jó. Ez pont nekem való, mert én sem mini vagyok. Hallod, Martin, találtunk valamit, ami mindenkinek jó. Jó van, de előbb én megnézek egy-két videót a YouTube-on, hogy kell játszani, csak én legyek a legjobb. Bizony. Én pedig bemelegítem a karjaimat. Én pedig gyűjtök egy kis energiát. Martin, biztos, hogy már indítani akarod az autót. Hát figyelj, legalább gyorsabban összezedik magukat, nem? Hé, hova indultok nélkülünk? És majd jön megint egy babysitter? Még mit nem? Szóval akkor indulhatunk. Király! Furi, nincs is úgy teli, mint ahogy máskor lenni szokott. Igen, igaz, mondjuk nem is reklámozták, hogy jön ezt a helyet, nem tudom. Anya, nézd már, itt van egy krokodil, és ez igazi, és harap is? Nem hinném, hogy igazi lenne. Ráülhetsz, és lehet vele hintázni. Áú, tök jó! Még nem is láttam ilyet. Claudia, Julian, vigyázzen már, én pedig hozom az ütőket, oké? Okay? Apa, mik ezek? Glazúr rajta, vagy ketchup fagyi? Még nem láttam ilyet. Piros fagyi? Érdekes. Ez epes? Nem epes fagyi, az ketchup ízű fagyi. Fúj, nem már! Hülye ötleteik vannak egyes embereknek. Ketchup ízű fagyi? Fúj! Ó, kérem, ne vegye fel a fiamtól. Mi rendben? Semmi baj, csak vicc volt. Így egy vásárlóval kevesebb. Végül is csak golfhoz jöttünk. 2 felnőtt és 3 gyerek. Elnézést, de a 2 ütő és a labda már ki van adva, várniuk kell. Ez valami vicc? Tudja, milyen nehéz volt a gyerekeket kicsalni a házból, és nincs elég ütőjük sem. Martina, egy csapatban játszunk, vagy hogy? Egyelőre sehogy. Meg kell várnunk, míg a többi gyerek végez. Ó, nem már. Ez eltartott reggelig is, ahogy figyeltem őket. Nem is találják el a labdát. Aj. Nem is tudom, hogy működik ez az ütő. Na ne. Szerintem ez a játék nem neked való. Már bocsánat. Ha nem dumálnál itt mellettem, feleslegesen talán bele is találnék a lyukba. Ó, nem már. Lehet, csak simán el kellene vennem tőle az ütőt. Julian, hagyjad már, miért provokálod a többieket? Hadd játszanak! Én egy golf szakértő vagyok. Nem jól fogod az ütőt egyáltalán. Te amatőr! Hé, mit akarsz itt? Húzzál már innen!
Vigyázat, jön a labda! No, Jézusom, nem is ebbe az irányba kell ütni. Azt se tud, hogy kell játszani. Hé, hagyjad már, ő az én barátom, menj már el innen. Hé, fiú, van egy ötletem. Játsszunk együtt, és aki jobban játszik, az maradhat a pályán, vagyis én a családommal. Oké? Na, erre kíváncsi leszek. Tuti béna vagy. Igen. Julian, ezt nem kellene. Miért nem fejeztetik be a játékot? Nekünk meg csak várni kell egy kicsit. Julian, én a te oldaladon vagyok. Menj csak nyugodtan. Menj. Ó, Julian, hogy te meg mit meg nem teszel értünk? Oké, analizáljuk az ütéserő erősségét. Ha most jó erősen elütöd, akkor tuti el fogod találni. Na jó, figyelj, kicsit bemelegítek. Sikerülni fog. Igen. Emma, kicsit hátrébb állnál, légy szíves, nehogy eltaláljon az ütővel. Persze, itt vagyok hátul. Na figyelem, jön a gyertes ütés. Julian! Azt hiszem, Julian eltalálta Emmát. Játék megszakítás, stop! Nem igaz, Emma, még el se találtam, és mit csinálsz? Ne. Láttad? Nem semmi, csak nehogy ránk fogják ezt is. Na jó, nekem semmi kedve már ehhez. Megyek. Te maradsz? Hé, hova mész már? Emma, minden okés? Csillagokat látok. Eltalált az ütővel. Minden okés? Tudom, hogy eltalált. Magamnál vagyok. Jaj, Emma, ha nem lettél volna ott, beletaláltam volna simán. Persze, Julian, bla bla bla. Na jó van, nem kell nekünk több sérülés. Elég volt a golfból, nem nekünk való ez. Menjünk.